Addig fogom olvasni a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 13. részéből. Lukács Evangélium a 13. rész, első 9 versét olvasom. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegítette. És felállni Jézus mondanékik, gondoljátok én, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem. Mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyáján hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony sillámban, és megölte őket. Gondoljátok én, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem. Mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondtam, vala egy embernek egy fügefája szőlébe ültetve, és elmondta, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találva. És mondta a vincelének, imé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki az, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondanéki, uram, hagyd békét néki még az esztendőben, míg kölcs körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Kérlek téged, Istenem, adj kegyelmet erre, összevetelre, és juttasd el fülünkön, elménken át a szívünkig ígéd mondani valóját, hogy megismerjünk téged igazán, és mindannyian elkerüljük azt, ami erre a világra ezután következik a bűn miatt. Az Úr Jézus nevéért, Atyám. Amen. Amen. Tessék el. Jézus Krisztus és a bűnösök. A közelmúltban volt egy olyan igehirdetésem is, hogy Jézus Krisztus és a beteg. Lehet egy másikat fogalmazni, Jézus Krisztus és a farizeusok. Jézus Krisztus és a tanítványok. És annyi másféleképpen lehet fogalmazni, mindennek megvan a súlya, a helye, a mondani valója, az én számomra legalábbis, de kívánom, hogy mindenki értse meg Isten üzenetét. Az Úr Jézus Krisztus senkit nem hibáztatott azért, hogy a földre kellett jöjjön, hogy meghaljon a Golgotán. Csak a bűnt hibáztatta. És természetesen azt a bűnös embert, aki takarja, rejtegeti vétkeit, bűneit. Mélyen meg vagyok győződve afelől, hogy Isten akkor ad ébredést, amikor az ember ráébred bűneire. És hogy a mi korunkban már nem igen ízlik, nem igen tetszik az embernek, ha bűnről beszélünk. Én nem is akarok senkit irritálni, mert nem tartom magam olyan szent embernek, hogy nekem ne lenne bűnöm is. Ha kell bűnről beszélni, akkor magamba keresem elő. És míg magamba keresem, addig ráébred más is, és észreveszi más is. A 60-as évek ébredési ideje alatt ugyancsak ez történt. Valaki ráismert bűneire, imádkozott hangosan, töredelmesen, és azonnal indultak meg mások is. És hasonlóképpen ismerték be bűneiket, és kérték Istentől a bocsánatot a Jézus Krisztus golgotai áldozata által. Rossz hírt hoztak Jézusnak. Pilátus kegyetlenkedett a zsidókkal. Mentek áldozni a zsidók Istennek, és a
az áldozati vér, amit kiontottak akár bárányból, akár milyen állatból, megölte az áldozót is, megölette. És a két vér keveredett az oltáros. Nagyon-nagyon rút még róla beszélni is ebben az időben. De azokat, akiket megölt Heródes, megöletett, vagyis Pilátus megöletett, de Heródes is hasonlóképpen kegyetlenkedett, azok az emberek bűnösök voltak. Nem azt mondja Jézus, hogy ártatlanok voltak ezek. Pilátus majd elszámol. Hanem inkább arra mutatott rá, hogy a környezetük, akik tudták, hogy ez megtörtént, a lelkük mélyén, meg egymás között is azt beszélték, hogy valami nagy bűn követtek el ezek, hogy ilyen sorsra jutottak. Annak idején, amikor látták a viperát kimászni a tűzből, a hajót öltöttek, és látták a benszülöttek, hogy Pálnak a kezére rátekeredik a vipera és megmarja, és várták, hogy összeesik Pál és meghal, és látták, hogy ez nem történik meg, akkor csodálkoztak. De előbb azt mondták, hogy hát a bosszúállás utolérte ezt az embert, mert azért marta meg a vipera. De nem halt meg Pál, mert az Úr hatástalanította azt a mérget, amit a vipera a Pál testébe adott. Kedveseim, nagyon sok a bűnünk. Néhány bűnfélét fel fogok tárni ebből a textusból és az átlag Bibliából, de szeretném végig mindenki a saját bűnére emlékezzen, úgy, ahogy Isten igéje elvárja tőlünk. Emlékezzünk, amikor József felismerte bátyjait Egyiptomba, akik jöttek először gabonát venni. A bátyjai nem ismerték fel Józsefet, de József felismerte őket. És hogy feltartóztassa őket, hát azt mondta a többek között József a bátyjainak, hogy ti nem azért jöttetek, mert gabona kell nektek, ti kémek vagytok. Jöttetek, hogy kikémleljétek az ország gyenge pontjait. És hát tiltakoztak. És próbálták azt mondani, hogy mi mindnyájan igaz emberek vagyunk. Emlékszem fiatal koromban, amikor először elmélkedtem ezen a textuson. Megharagudtam. És azt mondtam az anyukámnak, aki velem volt, hogy jobb lett volna, azt az ibetűt elvették volna onnan, mikor mondták, hogy igaz. És akkor mi maradt volna? Gazemberek vagyunk. Na, becsületesen feleltek volna, ha így feleltek volna. De még igaznak tartották magukat, eladván a testvérüket. Először meg akarták gyilkolni, beledobták a kútba, mit elkövettek vele. És még meglásd, igaz embereknek titulálják magukat. Hát mégis került valaki, mikor látta, hogy baj van, szorul, körülöttük a hurok, akkor megszólal, és azt mondja, hogy látjátok, hogy szorongott az a gyermek akkor, mikor eladtuk. Hogy könyörgött nekünk. Most a vérét is keresik rajtunk. Mert azért van rajtunk ez a nyomorúság, mert ilyet követtünk el. Van nekem bűnöm, jó bőven elég. És van is miért bocsánatot kérnem minden nap az Úrtól. Lehet, hogy másnak is van. Na most nézzük meg, milyen bűnök vannak ebben a történetben. Mindenkinek a bűne nyilvánvalóvá lesz.
Egy mód van arra, hogy az ember bűneitől megszabaduljon, ha megbánja igazán töredelemmel, és kéri Istentől a bocsánatot az Úr Jézus golgotai áldozatában, kaphat bocsánatot, de a dolog komolyabb annál, mint ahogy én elő tudom adni. Az előző rész, a 12. rész végén egy ilyesmit olvasunk. Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé még igyekezzél az úton megmenekedni tőle, vagy téged ne honjon a bíró elé, és a bíró átnagyon téged a porosztónak, és a porosztó a tömlözbe ne vessen téged, mondom néked, hogy nem jössz ki onnét, míg nem megfizetsz mind az utolsó fillérig. Meg kell fizetnünk az utolsó fillérig. Emlékezzünk vissza gyermekkori éveinkre, mert nagyon érdekesen kíséri az ember a bűn végig. Emlékszem egy töredelmes bűnbánóra, aki személyesen is vallotta a bűneit. És azt mondta, hogy ő gyermekkorától, amit elkövetett, amit csak Isten lelke eszébe juttatja, ő minden akarja mondani. És letérdeltünk, és úgy mondta a bűneit. És azt mondja egyszer, hogy elloptam 25 banit a mamától, akinek vizet, ivóvizet vittem. Gondolom magamban, hogy lehet 25 banit. És közben a 20-valahány éve eltelt, és a 25-bani kíséri a néni szívét, akkor nagylány volt. Hát hogy lehet? Az én nagy bűnöm az, hogy keveset beszéltem én a bűnökről, annak fajzatairól, annak sokféleségéről, és arról, hogy milyen hatást had az emberre egy kicsi kis bűn is. Gyerekbemutatás volt a múlt vasárnap, és föltettem a kérdést, mert hát az Úr Jézus mondja, hogy aki megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, jobb lett volna annak nem születni, vagy ha született, akkor malomkövet kötni a nyakába, és a tengerbe dobni. És föltettem a kérdést, hogy ez a kis csecsemő mikor fog először ráébredni, hogy neki hazudtak. Mert az annyira őszinte az a csecsemő. Ha beszélni se tud, el se képzeli, hogy létezik egyéb az igazságnál. Ránéztem a szülőkre és a nagyszülőkre, és tudtam, hogy a nagybácsia, vagyis a nagyapja nagyon Isten káromló, nagyon züllött ember. És a szemek közé néztem a szószékről. Jaj, annak az embernek, aki ezt a csecsemőt nem fogja botránkoztatni. Mikor először fog ráébredni a gyermek, hogy félrevezették, hazudtak, meg hogy mit jelent káromkodni. Hát, testvérem, mit jelent lopni? Mit jelent zülleni, részegeskedni, paráználkodni? Hogy mi hatást hagy az maga után az ember lelkén? El nem képzelitek! El nem képzelitek! Magatok is, míg ezeket mondom, eszetekbe jutnak gyermekkori éveitek, és eszetekbe jutnak fiatalkori bűneitek, mindent, amit elkövettünk, kísér minket addig, míg a Krisztus keresztje alatt le nem tesszük azt. Magához hivatott egy idős néni, nem a közösségünkből való volt, és elmentem, mert ilyen misszió úton voltam egy csoport fiatallal, és a néninek a fia, aki is már őszember volt, a mama közel volt a 90-hez, és eljött a bácsi hozzám, és azt mondta, hogy legyek szíves, menjek el, az anyukája hívott engem. Hát nincs is ott senki baptista a faluban, hogy mond ilyet. Nem baj, de tessék eljönni, mert az anyukám halálában van, és önnel akar beszélni. És egy csoport fiatalok, akikkel amúgy is útban voltam, elmentem oda, és mikor bementünk a lakásba, hát már minden gyermeke, unokája, haldoklónak ott volt a teremben. Ránéztem a mamára, és nem ismertem egyáltalán, semmi nem volt. És kérdeztem a mamát is, hogy nincs valami tévedés. Én baptista lelkipásztor vagyok. Nincs, őről van szó. És akkor mondta, hogy melyik évben, hol, milyen helyen temettem valakit, és prédikáltam, és azon a
azon a temetésen, azon a prédikáción ez a néni megtért. És hazajöttem, és letettem minden bűnmet, és megvallottam mindent, és mondtam a családomnak, s ott volt a családja mind, hogy most következik, hogy bemerítkezzem. És rám rontottak, és nem engedték. És én most szeretném minden bűnömet megvallani. És akkor, mikor láttam, hogy kezdeni a bűnét megvallani, akkor azt mondtam, hogy a fiataloknak, akik velem voltak, hogy menjenek ki. És akkor emlékszem arra a határozott mondására annak a haldoklónak, hogy ki ne küldjön senkit. Ha nem szégyeltem elkövetni, akkor most gyáva lennék, ha szégyelném megvallani. Én ránéztem, és azonnal azt mondtam a lelkemben, ez egy hős. Haldoklik, de ez egy hős. Hát hogy mondjam akkor tovább, hogy kimenjenek? Nem ment ki senki. Az elmondott annyi bűntot, hogy úgy éreztem, hogy már nem tudja befejezni. És tényleg úgy volt, hogy már alig kapott levegőt, megállt, és azt mondta, hogy egy kicsit kell levegőt kapjak, mert most jön a legnagyobb bűnöm. Gondolom, csak nem ölt meg valaki. Hát várom. Aztán folytatja. A legnagyobb bűnöm az, hogy megtérvén nem merítkeztem be. Mert meg van írva, hogy a bemerítés nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése az Isten előtt. És azt kérdezte tőlem, hogy ezek után most nincs idő, nem lehet, meg kell halnom, tudom, hogy még ma leteszem Porsától, vigasztaljon, nyugtasson meg, mit tegyek. És akkor mindenki előtt rákérdeztem. Az én Istenemnek van hatalma arra, hogy önt lábra állítsa. És ha ezt megtenné, nem biztos, hogy megteszi. Akkor még hallgatna valakire a Biblián kívül.